Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket az ATV híradójában, én Gajdos Tamás vagyok. Egyelőre még vizsgálják, miért zuhant le a kisrepülőgép a Börgöndi légi bemutatón, a sérültek állapota stabil. Az ellenzék ködösítésnek tartja a miniszterelnök Köcsei beszédét, szerintük az eddigi tervei is kudarcot vallottak. És Kubatov Gábor úgy véli, hogy a Fidesz elhódíthatja Budapestet, 8 alkalmas erőtet is tudnak. A Honvéd kórházban ápolják a Börgöndi repülőgép baleset sérültjeit. Az intézmény híradónkkal azt közölte, hogy a két súlyos sérültnek 8 napon túl gyógyuló másod, illetve harmadfokú égési sérülései vannak. Az állapotuk jelenleg stabil. Közben tovább folyik a vizsgálat azzal kapcsolatban, hogy miért zuhant le a kis repülőgép. Több néző is készített felvételt a mobiljával arról, ahogy az 50-es években gyártott T-28-as Trojan típusú amerikai katonai kisrepülő az Orsó nevű műrepülő figurából kiérve a földbe csapódik és azonnal berobban. Ezen a képen pedig már azt látni, hogy mi maradt a lezuhant gépből, amelyen tulajdonosa Rózsavölgyi Vilmos és fia Árpád utaztak. Esélyük sem volt a túlélésre, pedig mindketten tapasztalt, szakmailag elismert pilótáknak számítottak. Igazi belevaló. Vályi István, a Speedzone főszerkesztője a tragédia előtt egy nappal még találkozott Rózsavölgyi Vilmossal, aki, mint mondja, imádta ezt a repülőt és az utolsó csavarjáig ismerte. Drámainak nevezte, hogy előző nap még sikerrel mutatták be ugyanezt a manővert. Ezeket a fotókat pedig közvetlenül a tragédia előtt készítették. Minden gép máshogy viselkedik, ez egy alsószárnyas, nagy, nehéz, erős katonai gép volt, de ezer faktor közrejátszhat abban, hogy miért veszik el éppen a felhajtóerő. Nem tudjuk, hogy ez most egy meghibásodás miatt volt, vagy bármi miatt. Különösebben nem veszélyes manőver, de nyilván gyakorolni kell. Ilyen magasságban, meg aztán a legapróbb hiba is, mint látjuk, nem ad esélyt arra, hogy korrigálj. A balesetben 4 megsérültek, akikre majdhogy nem rázuhant a gép. Híradónk megkereste a Honvéd kórházat, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 2 főt láttak el súlyos égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A híradónknak nyilatkozó szakújságíró arról beszélt, hogy az ilyen jellegű légiparádékat egy nagyon komoly nemzetközi tudásbázis alapján szervezik. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy noha ezek több évtizedes tapasztalaton alapulnak, 100%-os biztonságot még a teljes körű betartása sem garantál. Értem ez alatt azt, hogyha egy repülővel történik valamilyen nem várt eset, akkor azért nagyon sok múlik annak az esetnek a kimenetelén, és itt azért a véletlenek összjátékát nem lehet mindig csak és kizárólag szervezési eszközökkel befolyásolni. Az ATV Reggel is Tart című műsorában nyilatkozó légiüzemeltetési igazságügyi szakértő azt hangsúlyozta, hogy minden repülőgép baleset kivizsgálásának megvan a protokollja. Minden egyes légi bemutatót a légügyi hatóság egyedileg engedélyez, ahol a bemutató programja részletesen le van írva, kockázatelemzés előzi meg, alsó magassági határok elő vannak írva, és a végrehajtható figurák elő vannak írva. Tehát ezt elő kell venni, meg kell nézni, hogy ha az történt, akkor jó, ha nem, akkor nyilván repülőfegyelmezetlenségről beszél. Megszólalt a Börgöndi Légi Parádét szervező egyesület is. Közleményükben azt írják, szeptember 10-e már örökre fekete betűkkel kerül be a szervezet és a város emlékkönyvébe. 1500 milliárdért veheti meg az állam a Budapest Airportot, írja Bloomberg. A reptér eladása évek óta húzódik. 2020-ban egy magyar befektetőkből álló konzorcium tárgyalta megvásárlásáról, aztán a magyar kormány is ajánlatot tett a repülőtérre. A Budapest Airport ZRT többségi tulajdonosa egyébként múlt héten erősítette meg, hogy elkezdik a hivatalos tárgyalásokat a magyar állammal. Ellenzéki politikusok szerint a Fidesznek az eddigi terveit sem sikerült megvalósítania, ezért semmi szükség nincsen a Köcsei beszédben vázolt nagy tervekre sem. Hozzátették, Orbán Viktornak nem érdemes tovább terveznie a miniszterelnöki teendőket 2026-nál. Csak a meghívottak léphettek be a Köcsei találkozóra szombaton. A bejáratnál biztonsági őrök felügyelték, hogy a sajtó munkatársai ne lépjék át a kaput. A találkozó után a miniszterelnök a közösségi oldalain fotókat és videórészleteket osztott meg, a miniszterelnök beszédéből pedig több részlet is kiszivárgott, amit az ATV.hu és a Telex ismertetett.
Orbán Viktor ismertette 15 pontos nagy tervét, amelynek célja, hogy az ország nagy, erős és gazdag legyen. A magyarokat tisztelje a világ. A tervet 2034-ig valósítaná meg. Orbán pontjai között szerepel többek között a hadseregfejlesztés, az energetikai önellátás, aminek részeként a paksi atomerőműben orosz helyett francia fűtőanyagot használnának. Kiemelte még, hogy demográfiai fordulatot kell elérni, és munkaalapú gazdaságot kell teremteni. Az MSZP társelnöke szerint tény, hogy mindenkinek dolgoznia kell, de nagyon nem mindegy, hogy mi is az a munka. Szerinte a Fidesz elmúlt 13 évében meghirdetett pontjainak végrehajtása sem nagyon sikerült. A demográfiában például több mint 330 ezerrel kevesebb a magyar lakosság száma. Az elmúlt 13 évben nagyon negatív a tendencia. Elmennek külföldre a fiatalok, és nem csak megszületni kell, hogy megszülessenek ezek a babák, amire a Fidesz koncentrál, hanem fel is kellene őket nevelni. És itt jön már a fő probléma. Az oktatás, az egészségügy, a lakhatási problémák bizonytalan egzisztenciális helyzetre, gazdasági helyzetre nem fognak szülni. A Demokratikus Koalíció szerint Orbán Viktornak 2026-nál semmiképpen sem érdemes tovább tervezni a miniszterelnöki teendőket. Már addig is túlzás, ami történik, hiszen az, amit eddig művelt, amit eddig tett, az az emberek számára rendkívül káros, ha csak az Orbáni inflációt emlegetem itt, ami a nyakunkon van. A Momentum szerint a miniszterelnök köcsön is csak ködösített. Minél nagyobb a baj az országban, tehát minél jobban csökkennek a reálbérek, minél gyászosabb helyzetben van a gazdaság, minél több tanár mond fel, és így tovább, annál nagyobb baromságokat mondanak, hogy az emberek erre figyeljenek, és ne arra, ami valójában történik. Köcsön Orbántól megkérdezték, hogy az olimpia rendezése miért nem szerepel a nagy tervben, mire Orbán az ATV.hu szerint azt mondta, hogy ehhez Budapestnek is rendelkeznie kellene egy olyan tervvel, ajánlattal, ami egy ilyen nagy projekt elnyeréséhez szükséges. Augusztusban tovább csökkent a Fidesz-KDNP támogatottsága, míg az ellenzéki térfélen a Momentum, a Mi Hazánk mozgalom és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is növelni tudta szavazótáborát júliushoz képest. Ez derült ki a Republikon Intézet havi felméréséből. Így 5 hónap alatt 4%-ponttal csökkent a kormánypártok népszerűsége a teljes népességen belül. A Fidesz-KDNP támogatottsága most a teljes népességben 30%. A legerősebb ellenzéki párt továbbra is a Demokratikus Koalíció 12%-kal, a Momentum kis erősödéssel 7%-on áll, és ugyanannyit kapna a Mi Hazánk is a teljes népesség körében. Az 5%-ot a Kétfarkú Kutyapárt ugraná még meg az ellenzéki pártok közül. Az MSZP, az LMP, a Párbeszéd és a Jobbik viszont nem. Ez áll a Republikon augusztusi felmérésében. Budapestet meg lehet és meg is kell nyerni, jelentette ki a jövő évi önkormányzati választásokkal kapcsolatban Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója. Az Indexnek adott interjúban Kubatov Gábor azt is elárulta, hogy legalább 8 ember tudna, aki megfelelő kihívója lehetne Karácsony Gergelynek. Elemzők viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy 9 hónappal a választás előtt még mindig nem sikerült a Fidesznek jelöltet állítania. Még Demszky Gábor sem ártott annyit Budapestnek, mint Karácsony Gergely, mondta Kubatov Gábor az Indexnek. Az interjúban a Fidesz pártigazgatója úgy fogalmazott, nem nagyon bírja a srácot. A főpolgármesterről úgy beszélt, mint aki lusta, teszetosza és döntésképtelen. Feltette a kérdést, hogy mit épített Karácsony Gergely Budapesten, és azt is mondta, hogy reális esélyt lát arra, hogy a főpolgármesteri széket a Fidesz elhódítsa. Legalább 8 embert tud, aki megfelelő kihívója lenne a jelenlegi városvezetőnek. Nem fog jót mondani a baloldal főpolgármesteréről. Állítja Deák Dániel, a 21. század intézet elemzője, aki úgy véli, már a Fideszben is gondolkodnak azon, hogy ki legyen a főpolgármester jelölt, illetve hogy milyen témák mentén kampányoljanak. Van esélye a Fidesznek az önkormányzati választáson is. A fő kérdés az az, hogy ki lesz végül a jelölt, Fideszes színekben indul-e, vagy akár független személy mögé állnak be a jobb oldalon, tehát még ez a kérdés nem eldöntött. A Fidesz annyira bízik a fővárosi győzelemben, hogy még jelöltje sincsen, főpolgármester jelöltje, 9 hónap múlva lesznek a választások. Horn Gábor szerint ebből is arra lehet következtetni, nem gondolják komolyan, hogy győzni tudnak Budapesten. És nyilván Kubatov teszi a dolgát, egy párt készül a választásokra, és ha ez nem is természetes, de
szerintem megalapozatlanul ócsárolja a főpolgármestert, aki már elmondta, hogy egyben a továbbiakban is az ellenzék közös jelöltje lesz. Én azt látom, hogy a Fidesz beáraszta azt, hogy ez a főpolgármesterség az eldőlt, ha nem ez lenne, mondom, akkor lenne jelöltje. A Publikus Intézet stratégiai igazgatója úgy reagált Kubatov Gábor szavaira, hogy nyilván elindult a kampány, de mint mondta, elsősorban a Fideszen belüli kampány indult el. Mert el tudjuk képzelni azt, hogy van két különböző irány a Fideszen belül. Az egyikük azt gondolja, hogy érdemes nekivágni Budapestnek a győzelmesével, másik felük pedig azt gondolja, hogy nem. És feltételezem, hogy Kubatov Gábor ezek szerint abban a csoportban tartozik, aki komoly erőfeszítéseket tenne Budapest meghódításáért, nyilván a Fidesz számára. Pulai András hozzátette, a baloldali szavazók kiegyensúlyozottan viszonyulnak Karácsony Gergelyhez, és legalább annyian szavaznának rá most, mint ahányan neki adtak bizalmat 4 évvel ezelőtt. Az ukrajnai frontvonal déli és keleti szakaszán is előre nyomultak az ukrán csapatok. Délen közel vannak ahhoz, hogy átvágják az orosz megszállók logisztikai útvonalát. Harkiv megyéből haditudósítónk Alekszandr Kacsura jelentkezik. Köszöntöm az ATV nézőit. Jelenleg Harkiv megyében vagyok. Csak nem pontosan 1 évvel ezelőtt innen indult az ukrán ellentámadás, amely sikeresen ért véget azzal, hogy lényegében az egész megyében felszabadultak az orosz megszállás alatt álló területek. Ukrajna más területein a nyár elején indult az ellenoffenzíva. Délen, Robotine településnél az ukrán csapatoknak további 1,5 kilométert sikerült előre nyomulni a hétvégén. A legfontosabb céljuk az, hogy átvágják az autópályát és a vasútvonalat. Ezzel ugyanis összeomlik az oroszok utánpótlási útvonala. Donyeck megyében, Advijivka közelében az ukrán katonák kifeszítettek egy nagy ukrán zászlót, amelyet mindenki láthatott az orosz ellenőrzés alatt álló Donyeck városából. Az oroszok légvédelmi rakétákkal tüzelni kezdtek a lobogóra. Így azonban elárulták a pozícióikat, amit az ukrán katonák kihasználtak, és sikeres válaszcsapást mértek rájuk. A zászlót egyébként nem sikerült eltalálniuk. Vannak ukrán sikerek Andriivkában is. Ez a város most már lényegében átkerült a szürke zónába, vagyis a senki földjére az orosz megszállás alól. Avdiivka közelében helyezkedik el az Opitne nevű település. Ennek ostromával az ukrán hadsereg egyre közeledik a megyeszékhelyhez, vagyis Donyeck városához. Itt Ukrajnában most mindenki nagyon reménykedik a további sikerekben, és hálás a partnereknek, akik fegyvereket adtak át. A mögöttem lévő felirat azt hirdeti, peremozsemo, vagyis győzni fogunk. Az ATV-t Alekszandr Kacsura tudósította. Az európaiak többsége támogatja az Ukrajnáért hozott uniós intézkedéseket, derül ki az Euróbarométer felméréséből, amit az Európai Bizottság tett közzé. A kutatás szerint az uniós polgárok nagy része egyetért a humanitárius segítségnyújtással, a háború elől menekülők befogadásával és az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókkal is. A megkérdezettek 57%-a véli úgy, hogy az EU-nak támogatnia kell a katonai felszerelések beszerzését, szállítását és a kiképzést is Ukrajna részére. Most már biztos, hogy a napokban Oroszországban látogat Kim Jong-un, az észak-koreai vezető minden valószínűség szerint Vlagyivosztokban fog találkozni Putyinnal. Közben a német külügyminiszter Kijevbe látogatott, ahol Dmitro Kulebával tartott közös sajtótájékoztatót. Az ukrán külügyminiszter sürgette Berlint, hogy küldjenek Taurus cirkáló rakétákat Ukrajnának. Moszkva hivatalosan is megerősítette, hogy a következő napokban Észak-Korea hírhet vezetőjével találkozik Vlagyimir Putyin. A dél-koreai sajtó korábban meg nem nevezett kormányzati forrásokra hivatkozva közölte, hogy útnak indult egy speciális vonat Észak-Koreából, melyen minden valószínűség szerint Kim Jong-un utazik. Vlagyimir Putyin nemrég Vlagyivosztokba utazott a szerdáig tartó keleti gazdasági fórum alkalmából, így várhatóan ez lesz a két vezető találkozójának helyszíne. Az Egyesült Államok vezetősége múlt héten aggodalmát fejezte ki az esetleges csúcs találkozó miatt, mivel információik szerint aktívan folynak fegyvertárgyalások Oroszország és Észak-Korea közt. A Fehérház nemzetbiztonsági tanácsadója arról beszélt, hogy Oroszország fegyvereket venne Észak-Koreától, melyeket Ukrajnában vetne be.
A két ország képviselői nem erősítették meg a híreket. Mind Oroszország, mind Észak-Korea szemben áll a világgal, és kiáll az igazáért. Ez a közös pont, mondta ez a vlagyivosztoki férfi a látogatás hírére reagálva. Hello. Eközben ismét Kijev belátogatott Annalena Baerbock. A német külügyminiszter Dimitro Kulebával tartott közös sajtótájékoztatót, amelyen az ukrán külügyminiszter azt mondta, Kijevnek még több légvédelmi rendszerre lenne szüksége, hogy megvédje kikötőit az orosz támadásoktól. Kuleba emellett sürgette Berlint, hogy minél hamarabb küldjenek Taurus rakétákat Ukrajnának. Németország ezt eddig azért nem tette meg, mert a nagy hatótávolságú cirkáló rakétával orosz területeket is elérhetnek. A német miniszter bejelentette, hogy további 20 millió euró humanitárius segélyt nyújtanak Ukrajnának. Eközben Moszkvában a külső hírszerző szolgálat épülete előtt állították fel Felix Dzerzsinszki 1991-ben ledöntött szobrának replikáját. Az orosz politikai rendőrség, vagyis a Cseka egykori elnökének eredeti szobra sokáig a KGB székháza előtt állt, majd egy Mihail Gorbacsov elleni pucs kísérletben ledöntötték, és egy szobor parkba került. '97 éves korában elhunyt Fahidi Éva holokauszt túlélő, a halálhírt a Nemzetközi Auschwitz Bizottság jelentette be. Fahidi Éva 1925-ben született, 18 évesen deportálták Auschwitzba, majd az Allendorfi kényszermunkatáborba került, ahol egy hadi üzemben dolgoztatták. 50 fős családjából egyedüliként tért vissza Budapestre 1945-ben. Fahidi Éva 90 felett is igazi aktivista volt, előadásokat tartott, könyvet írt, a közösségi oldalán posztolt és táncosként szerepelt a saját életét feldolgozó darabban. Korábban egy interjúban azt mondta, felismerte, hogy azért maradt életben, mert hihetően el tudja mondani, amit átélt. Víztározó helyett napelempark épül Debrecen határában, állítja a DK Debrecenben élő parlamenti képviselője. Varga Zoltán szerint egy 5 éve kialakított tervet rúgnak fel ezzel, aminek végzetes következményei lehetnek, akár ki is száradhat például a nagy erdő. A debreceni Fidesz ugyanakkor állítja, hogy a DK politikusa nem létező dolgokról beszél. A Debrecen mellett Bocskai kertben található ez a korábban homokbányaként üzemelő terület, ahova a DK politikusa szerint víztározót terveztek. A Fidesz helyi szervezetének közleménye szerint itt sosem volt ilyen terv, de van olyan szakember, aki másképp emlékszik. A homokbánya látta el az M35-ös autópályának, ez látta el homokkal, utána B változatként bekerült, mint kiegyenlítő víztározó. Azért B változat, mert az A változat helyén a labdarúgó akadémiát építették meg felülről jövő utasítás szerint. A DK Debrecenben élő képviselője szerint véletlenül derült ki, hogy mire készülnek ezen a területen. Ő állítja, hogy itt víztározónak kellene lennie. Itt most hullámzó víznek kellene már lennie. Hatalmas méretű víztározót álmodtak és akartak itt megépíteni vízügyi szakemberek, hiszen a Civakva program működésének az egyik alapfeltétele az, hogy itt ezen a részen, vagy valahol itt Debrecen környékén hatalmas víztározó tavakat kellene létrehozni ahhoz, hogy a nagy erdő egyáltalán életbe tudjon maradni, hogy Debrecen jövője vízellátása biztosított legyen. A közelben élő agrármérnök azt mondta, hogy a közeli jövőben megkezdhették volna a terület elárasztását, de itt ez már nem történik meg, mert napelemeket telepítenek ide. Végre célegyenesbe érkezhetne ennek a hatalmas kiegyenlítő víztározónak a megépítése. A helyi oligarchák napelemparkot telepítenek ide. És ez miért jó? Azt nem tudom, hogy miért jó, hogyha napelemparkot telepítenek. Egy biztos, hogy enélkül a kiegyenlítő tározó nélkül működésképtelen a Civakva projekt. A Fidesz közleménye szerint a város önkormányzatának és a kormánynak a segítségével Debrecen legnagyobb vízgazdálkodási beruházása zajlik. Szerdán jelentősen emelkedik a gázolaj ára, és a benzin is drágulni fog. A holtankolja.hu szerint a gázolaj 15 forinttal kerül majd többe, a benzin pedig 4 forinttal. Az új árak alapján egy liternyi 95-ös benzin 649 forintba kerül, majd a dízel pedig 667 forint lesz. Nem lehet aludni a kamionok zajától a Somogyi Lad nevű faluban. Bár tiltott az átmenő forgalom a 20 tonna feletti teherautók számára, a sofőrök ezzel nem törődnek. Egyre több a baleset, télen pedig sokszor napokig járhatatlan az út a faluban, mert az emelkedőn elakadnak a hóban a kamionok.
A helyiek szerint leginkább a hajnali órákban indulnak tömegesen a kamionok a településen, mert abban bíznak, hogy a korai időben nem ütköznek ellenőrzésbe. A polgármester azt mondta, hogy nagyon bíztak a korlátozó táblákban, amelyek kitiltották az átmenő forgalmat. Eddig védve éreztük magunkat, mert 20 tonnás korlátozó tábla volt kirakva. Azt gondoltuk, hogy ez mentesség, és jól tudjuk majd kezelni. Ahogy a felvételeken is látszik, a korlátozással nem sokat foglalkoznak a kamionok vezetői. Ezen nem is kell csodálkozni, hiszen 30-40 kilométert spórolnak meg Kaposvár és a hatós út között, ha erre járnak. Az épületek falai pedig repedeznek a rezgéstől. Jó pár éve tart, igen, mivel ugye járnak erre a kamionok. Egyébként ki is voltak már tiltva Ladról a kamionok, és ugye a templom pedig csúszik folyamatosan lefele, hogy nyomják a kamionok. A templomot pár éve megerősítették, de most újra dolgoznak rajta. Láthatjuk, hogy újabb felújítás van, de hogyha ez így folytatódik, akkor ez ilyen neszesen mi fog meg jól beruházás. Igen, az ingatlanokban is érezzük a rezgéseket. Hajnali órákban, a nagy forgalomban szinte mindig fölébredünk, és hát ez szerintem fenntarthatatlan. Tehát hajlandóak vagyunk szerintem azért kiállni és demonstrálni, hogy itt valamilyen visszavonás vagy valamilyen szabályozás legyen. A helyiek elmondása szerint 50 éve már szó volt elkerülő út építéséről, de abból nem lett semmi. Sokszor télen napokig vannak elzárva, mert a dombokon elakadnak a kamionok. Se iskolába, se munkaerre, sehova nem lehet bejárni ezek miatt, a hatalmas dombok miatt, mikor itt fölnakad egy kamion, aztán napokig húzzák, vonják. Nem megoldás az, ami itt van, mondom, az elkerülő út az lenne a tökéletes megoldás. A ladiak azt is elmondták, hogy a megnövekedett forgalom miatt a balesetek is gyakoriak. Utoljára egy kamion letért az úttestről, és a domboldalban kötött ki. Az uniós átlaghoz képest még mindig sok tinédzser vállal gyermeket Magyarországon, a Társadalomtudományi Intézet adatai szerint. A Népszavának az intézmény munkatársa arról beszélt, hogy itthon 1000 tinédzser lányból évente nagyjából 17-nek születik gyermeke, miközben az uniós átlag 7 körül van. A szakértők szerint a korai gyermekvállalás az alacsony státuszhoz kötődik, főként olyanokhoz, akiknek alacsony az iskolai végzettségük, rossz anyagi helyzetben élnek, vidéken, leginkább falvakban. Híradónk után hamarosan kezdjük a Start című reggeli műsorunkat Köbör Anitával, tőle tudjuk meg, mik lesznek az első beszélgetések témája. Jó reggelt, szervusz Anita! Szervusz Tamás, jó reggelt, köszöntöm a kedves nézőket. Hát ha már gyerekvállalásról volt szó, azért a késő gyerekvállalás is egy kicsit ráhat az emberre. Úgy elaludtam a nyakamat, és fáj minden csontom, egy 3 éves után rohangálni se semmi. Szóval valahol a kettő között kell megtalálni az embernek az ideális gyermekvállalási időt. Viccet félretéve, ha már a híradóban ez volt az utolsó téma, és egyébként nem elbagatelizálva a kérdéskört, de azért ugye ez egy nagyon érdekes arány, hogy 1000 lányból 17 az, aki megtartja a gyermekét, és ugye fiatalon lesz tinédzser édesanya, hogy ennek vajon mennyi az a saját döntésük, hogy ők valóban úgy gondolják, hogy szeretnének gyermeket vállalni és családot alapítani, vagy az alacsonyabb státusznak tudható ez be, hogy például a szexuális edukáció ez nem megfelelő ebben a közegben, vagy ezekben az intézményekben, adott esetben családokban, ahol élnek. Erről lesz majd szó Kerpel Évával, aki nemzetközi családügyi mediátor egyébként, és a téma kapcsán hívtuk meg ide a Startba is, hogy beszélgessünk egy kicsit vele erről, mert az viszont nagyon látszik, hogy rendkívül fontos a fiatalok oktatása, és érdekes kérdés ebben megint ugye a szülő-gyermek kapcsolat, vagy nagyon sokan azt szeretnék kezdeményezni, szorgalmazni még inkább, hogy az iskolákba is bekerüljön ez a fajta edukáció, és már ott is felhívják a figyelmet a fiatalok esetében az intim együttlétek következményeire és annak hatásaira, úgyhogy erről is lesz ma szó a Startban. De érkezik hozzánk Komáromi Zoltán is, ugye a DK országgyűlési képviselője, egyébként egészségügyi árnyékminisztere. Múlt héten, de talán hétvégén biztosan beszéltünk a híradóban arról, hogy a gyermekorvosoknak majd plusz igazolást kell kiállítaniuk, mennyire nehezíti meg az ő helyzetüket és a szülőgyermek helyzetét az iskolába való visszakerülés esetén. Erről is beszélünk, és Mesterházi Attila lesz velünk itt a Szigorlatban, úgyhogy ezek a témáink. Köszönjük, Anita. Érdekes a mai kínálat, és értékes beszélgetésekre számíthatunk. Tartsanak velünk egészen 8:55-ig, de addig még 7 órakor is jövök majd egy friss híradóval. Tartsanak velünk!